édesanyák és édesapák állnak sorba az egyik pécsi mozi büféjében. Ez a nap róluk szólt, ugyanis a Pécsi Egyedülálló Szülőklubja ingyenes filmvetítéssel kedveskedett nekik. Budapest mellett két vidéki helyszínen, köztük a Baranyai megye székhelyen zajlott ez az akció, az egyszülős központnak köszönhetően. A lényege az, hogy ez egy nagyon kedves kis film, ami az egyszülősök életében nem ismeretlen, tehát olyan helyzeteket feszeget. És a forgalmazó, az egyszülős központ és a mi kis klubunknak az ajándéka az egyszülősek részére így karácsonytájt. A film egy magyar alkotás, amely a Szia Életem címet kapta. Mivel a mozi egy csonka családról szól, így szívesen részt vett a szervezésben a Pécsi Mami Egyesület, támogatva a helyi szülőket. Ez egy olyan film, aminek a témája a szülőség, a főszereplője pedig egy édesapa és az addig soha sem látott kisfia, ami nagyon sok humoros és érzelmes helyzetet hoz magával. Így mi nagyon szívesen álltunk a kezdeményezés mellé. Mi vállaltuk azt, hogy nem csak az egyszülős központ tagjainak hozzuk létre a regisztrációs felületet, hanem a Pécsi Mami olvasóknak is. Így most mind a két közösségbe tartozó szülők is részt vehetnek ezen az ingyenes vetítésen. A fantasy elemekkel dúsított egyedi vígjáték egy népszerű, de ihlethiányos írónak és sosem látott kisfiának nem várt találkozásáról szól. A hirtelen nyakukba szakadt, kényszerű együttlét fordulatos, vidám és érzelmes története a fiú fantáziájának köszönhetően átlépi a valóság kereteit is.